Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el Szent Lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eucharisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgálja. Amen. Testvérek, évközi 18. vasárnap van. Szentmisénk kezdőéneke így szól: Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, segíts meg engem. Bűnbánó szívvel álljunk meg irgalmas Istenünk előtt, így ünnepeljük az ő csodálatos titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jó. Egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk! Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, s megújult életünket őrizd meg jóságosan. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mind örökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás, próféta könyvéből. Így szól az Úr. Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort, tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, a keresedet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide! Figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket, és gyertek ide hozzám. Hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Mi mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet. Sem angyalok, sem fejdelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből, dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, mikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, figyelmeztették, sivár ez a hely, késői az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban azt mondta nekik, nem kell menniük, ti adjatok nekik enni.
Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta a 5 kenyeret, a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, aztán megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számolva a nőket és a gyerekeket. Ezek az evangélium igé. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, az igazság, hogy igyekeznünk el egy kicsit, mert el kell érnünk a vonatot. Kirándulni megyünk a mai napon. Egy újabb, kisebb táborba tudunk most elmenni ebből a pályázati forrásból, és arra gondoltam, hogy majd kicsit rövidebbre fogom a prédikációt, de azért az éppen ezért velősebb lesz egy kicsit. A mai evangéliumban azt halljuk, ahogy Jézus megtöri az 5 kenyeret és a 2 halat. Odaadja a népnek, 5000 embernek, hogy egyenek. De azért egy pillanatra gondolkodjunk el. Ott van egy csomó ember, rengeteg. És amikor a tanítványok ezt látják, talán úgy néznek egymásra, mit csináljunk? Honnan vegyünk ezeknek ennyi embernek kenyeret? Több ilyen kenyérszaporítós történet van az evangéliumokban. Az egyikben ezt kérdezi a tanítvány, hogy hát 5000 dénár áru kenyér sem volna elég. Jézus oda szól a tömegnek, oda szól a tanítványoknak, ti adjatok nekik enni. Képzeljük el a tanítványokat, néznek egymásra. Most rólad beszél, vagy rólam? Nekem mondta, vagy neked most? Vagy neki? Júdás, nálad van a pénz? Júdás, mennyi pénz van nálad? Hát menjünk, akkor vegyünk valamit, hát valamit csináljunk. És amikor mondják a tanítványok, hogy hát van itt 5 kenyerünk, meg 2 halunk. Hát keresetvérek, hogy gondoljunk bele, hogy az 5 kenyér, meg a 2 hal egy embernek talán egy napi étek. Talán. Ha nagyon sovány akar maradni, nagyon fogyókúrázik, nagyon diétás, a sikerült reggeli, 5 kenyér, meg 2 hal. És persze ne olyan kenyérre gondoljunk, mint hogy mi veszünk kenyeret, kilós kenyeret, nem olyan kenyérről beszélünk. Ilyen kis lapos, 2 tenyérnyi, kb. 2 tenyér vastag maceszről beszélünk, ez a zsidó keresztés nélküli sütött, kövön sütött kenyér. Ebből 5 darab. De az nem sok. És talán úgy képzelem a tanítványokat, hogy állnak Jézus mellett, és akkor, mint a gyerek a iskolában a tanári előtt, hogy én kopogok, te beszélsz. Hogy te adod a neki, mert kicsit égő. Ennyivel készültünk. És odaadják Jézusnak, és talán néha mi is ilyenek vagyunk. Bejövünk a templomba hétről hétre, és kicsit úgy elszörnyölünk magunkra gondolva. De mi lennénk az a kis nyomorult 5 kenyér, meg az a 2 hal, az a kevés. Bejövünk és azt mondjuk, hogy hát itt vagyok Istenem a kis vacak életemmel, a kis vacak, kis nyomorult döntéseimmel, az egyeseimmel, a ketteseimmel, a kis bukdácsolásaimmal, a kis bűneimmel, a csúnyán beszélő számmal, meg a hazug perlekedő nyelvemmel. Itt vagyok Istenem az én kis veszekedéseimmel, amik összezördülök ezzel, azzal, hol a párommal, hol a gyermekeimmel. Itt vagyok én a kis hibáimmal, az 5 kenyér, meg a 2 hal. És sok ember, én úgy hiszem, hogy sok ember ezért nem is megy el a templomba. Mert olyan, mondjuk így, hogy olyan kicsinek érzi magát az Isten előtt. És azt mondja, hogy hát én menjek be az ajtón. Nem vagyok én akkora ember, hogy bemenjek az ajtón. És úgy cipeljük magunkban, a kis gyomrunkban a kis félszt, a kis lelkünkben ezt az 5 kenyeret, a 2 halat, a bűnös tekinteteket, meg a bűnös gondolatokat, meg a hibákat, meg a tévedéseket, meg az istenkáromlásokat, meg a csúnya beszédeket, meg a hűtlenségeket, meg a mindenféle kis bűnöket, és kicsit összeszonnyadva, szöttyedve, kicsit mint az akszott kis szőlőszem lógunk ott a kocsány végén, gondolva arra, hogy hát mi úgyse kerülünk bele a borba. És mit tesz Jézus az 5 kenyérrel, a 2 hallal? Nem azt mondja, hogy ó, de hülyék vagytok gyerekek, hát én nem hiszem el. Pont ezeket bírtam választani, nézd meg. Hát mi kaját sem hoztok magatokkal.
Tudjátok, hogy tanítani jövünk. Itt lesz egy csomó ember. Jézus abból az öt kenyérből, abból a két halból csodát tesz. Abból a kevésből. Ki vagyok én, hogy azt gondoljam, hogy velem az Isten, az ő csodás, szegekkel átvett kezében nem képes csodára. Ámen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kihalált, szenvedett és eltemették. Harmad, föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életed. Amen. Imádkozzunk testvérek a mennyei atyához, aki fia által bőkezen adja nekünk a földi és az örök élet kenyerét. Hogy az egyház szociális tanítása érvényesüljön a földi javak igazságos elosztásában. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Hogy közös felelősségvállásunk eredményként legyen, meg minden napi kenyér minden család asztalán. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Hogy egyház községünk hívei jó szívvel segítsenek rászoruló embertársaikon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy híveidet mindig örömmel jöjjenek oltárod asztalához, és erősítsék lelküket az égi kenyérrel. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az élet kenyere legyen szent az útravalóink, amikor a világból távozunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg. Gondviselő atyánk, add meg nekünk a mindennapi testi és lelki kenyeret, hogy általuk megerősödve el ne lankadjunk a földi élet zarándok útján, hanem eljussunk égi országodba. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyháza. Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert benned élünk, mozgunk és vagyunk, és földi életünkben nem csak jóságodat tapasztaljuk napról napra, hanem megkaptuk tőled az örök élet zálogát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, már elkezdte isteni működését lelkünkben, így reméljük, hogy a húsvét szent titkában állandóan részesít minket. Ezért mi is dicsővétünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőségedbe tölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat,
amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a magyarok nagyasszonyával, Szent Józseffel, az ő tiszta jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, s minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és Isten tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mint örökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk.
az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.
Hová tettél, ott szolgállak, ahol megsejtlek, megcsodállak, ahogy tudlak, úgy követlek, ha megbotlok, nem csüggedek. Ami munkám, megcsinálom, a jó szót érte sose várom, ha nem sikerül, nem kesergek, és másnap mindent újra kezdek. Ha szenvedést adsz, jubilálok, mi adta, tőled el nem válok. Tudom, hogy ezzel csak kitüntetsz, magam szenvedni úgysem engedsz. Egyért könyörgök minden áron, jöjj értem, ha majd jön halálom. Könyörögjünk! Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket, oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hirdetném a testvéreknek, hogy jövő héten nem lesznek hétköznap szentmisék. Köszönöm a megértésüket így előre is. Legközelebb szentmise vasárnap 11 órakor van itt, 8 órakor Kaván, 9.30 Nárudvar, délután 4 óra Báránt. Jelzem, hogy a templom oldal bejárata attól függetlenül nyitva lesz reggel 8-tól este 8-ig, tehát ettől függetlenül be lehet jönni imádkozni, de én nem fogok tudni szentmisét bemutatni. Ez a másik szabadságom. Köszönöm szépen, meg ugye táborban vagyunk a hét közepéig. Kérem szépen, hogy imádkozzanak értünk. Mire a kedves nézők már látják ezt a felvételt, már valószínűleg túl vagyunk az Aquarius élményfürdőn, a nagy strandoláson, minden gyerek leégett, valószínűleg túl vagyunk már az állatkerten is. Ugye már azt is megnéztük, már néhány gyerek tőle be is zártunk. Rögtön a kismajók, a nagymajók közé a jókat, a legszebbeket, a legügyesebbeket. Tehát, hogy bízom benne, hogy mire ez a felvétel már ugye felkerül az internetre, addigra már mi túl vagyunk jó pár programon, jó pár társasjátékozáson, kellemes beszélgetésen, éneklésen, énekelni megtanultunk. És kérem a kedves híveket, hogy imádkozzanak értünk, hogy valóban ez a tábor is testünk, lelkünk örömére és boldogságára tudjon majd szolgálni. Fogadjuk most a szentmisének a befejező áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével, Istennek legyen.